Szabadon vágtató, versenyző, kocsizó vagy éppen játékos lovak is megjelennek azokon a képeken, amelyeket a legjobbnak talált a zsűri. Összesen 460 pályaműből kellett kiválasztani az öttagú bírálóbizottságnak azt a 45-öt, amelyet ki is állítottak a Festetics Kastély Hintó Múzeumában. A döntéshozók több szempontot is figyelembe vettek, eszerint sikerült végül közös megegyezésre jutniuk a győzteseket illetően. Az esztétikai szempontok, hogy legyen megkomponált a kép, tudjon olyan pozíciókat adni, amelyeket csak a vágy szemű, tehát a szemét használó ember, a szemét nagyon sokat használó ember tud kicsalni ebből a látványból, és miután itt az idő is egy nagy intervalluma, tehát nagy része a dolognak, azokat a pillanatokat kell kihalászni, amelyben ott van a karakter, ott van a szépsége, ott van a bája. Díjazták azt is, ha észlelhető az ember és ló közötti kapcsolat a képen. A bírák szerint nagyon nehéz szép és művészi fotót készíteni, főképp egy élőlényről. A legfiatalabb pályázó 8 éves volt, a junior kategória győztese pedig egy 15 éves ifjú lett. A 30 éves Lovas Nemzet folyóirat két évente teszi közzé felhívását, mely évről évre egyre népszerűbb. Az internetnek köszönhetően egyre szélesebb körhöz jut el a lehetőség, mely sokak körében népszerű. Az idén nemzetközivé szélesedett a pályázatunk, 8 országból küldtek be fotókat, köztük Írországból, a szomszédos országokból természetesen, tehát Romániából, Szerbiából, Szlovéniából, Szlovákiából, és Franciaországból is, és Németországból is jöttek pályamunkák, nagyon örültünk, mert ez azt jelenti, hogy a hírünk eljutott távolabbi országokba is. Ugyanúgy 4 kategóriában érkezhettek a művek, profi, amatőr, kutyák és lovak és junior kategóriában. A díjkiosztó ünnepséggel egy időben nyílt meg Néhai Mihály Árpád szobrászművész kiállítása. Ezen azt az új hazát kereső csodaszarvast űző Hunort és Magort, valamint a szobor vázlatait láthatja a közönség, amely nyomata a fotópályázat győzteseinek járó plaketten is szerepel. A tárlatot a szobrászművész özvegye, Forró Marianna nyitotta meg. Közreműködött Király Nóra, a Veszprém vármegyei Prima díjas Recser Kára régi zenei műhely tagja.